gimnázikus második előadásán. Ennek a dolognak két aktualitása is van ez a hétvégén. Az egyik az, hogy 10 évvel ezelőtt, 1988 októberén volt az első bemutatója ennek a látogatóknak. Jókai Mór regényéből, Angludi Árvok még az 50-es években egy színdarabot, ami erősen antiklerikális színezetű volt, és ezért György János tanár úr egy kicsit hátírta és megrövidítette, és ennek a változatnak a bemutatása történt 1988-ban a kollégium 450. évfordulóján, lent a kollégium udvarán. 5 éve történetesen a mi időnkben adtuk elő, én is szerető voltam akkor, és hogy fenntartsuk ezt a hagyományt újabb 5 év múlva, most a 3. ások és bések, 11. ások és bések előadásában láthatják, hiszen ezt a hagyományt fenn kell tartani, legalább ti is megismeritek a kollégiumon fűződő történeteket. Másik aktualitása az, hogy Jókai Mór az 1849-es országgyűlés idején, amit közszokottan itt Debrecenben a kollégiumban tartottak, ebben az időben hallhatott debreceni anekdotákat, a történeteket, amiből készült ez a regény. Mi a magunk módján így szóval megemlékezni a 150. évfordulóra. Jó szórakozást kívánok! Hogy
anélkül, hogy magam nem mennék, már ott az ígért jó volt. Te Ádi, ma délután lesz a vizsgálat. Tudom. Anyám megmondta, ha Nyavika úr megkapja törkőst, hozzá a feleség. Apám nem enged, azt mondja, a lánynak a háznál a helye, az is se kell cseléde fizetni. Ő is Nyavikát pártolja. Azt mondja, te bohém vagy. A törkősi parokiára nem akárki kerülhet, honnan még mindenki 2000 nővel történelm, vagy Hollandiába kerül stipendiummal. Épp ez a baj a törkősieknek. Állandó papot szeretnének végre, aki ott marad. Tudják, hogy én nem akarok Göttingába menni. Nyavigát kenyére lehet kenni, olyan van, azt mondja ezért szeretni. Hát szeresse! A vizsgálaton mégis le fogom győzni. Jaj, Ádi, vigyázz, megcsalja! Az esteres úr nagyon ravasz ember. Azt szereti, ha a deák elismeri az ő nagy okosságát, és nem akar igazi választ adni a Duna kérdéseire. Ezt apámnak mondta, aminek biztos, hogy ezzel fognak meg. Biztos. Engem te ne félsz vele, unka. Nos, hát megkapom a csúkomat. Veronka! Gyorsan, Gulyer! Vigyázz, Veronka, agyán egyszer rajta. Siess az üvegekkel, borcsú mindjárt itt lesz az uborkával. Én úgy félek a délutánkor. Te kis bóbor, de. Hát azt hiszed, én szeretnélhez adhatnak. 17 évesen a legerősebb az ember, Veronka. Ezt ne felejtsd. Menj asszony is teleferélni jött! A munka meg nem halad! Borcsa, ne eresik a fiam már ennyit! Jaj, édesanyám, hiszen már készen is vagyok. Jól van, lányom, menjél be és folytasd a vacsorát! Nagyon lassan haladhatok ezzel a dologgal. Ilyen kis vajlékban kevés vettél, mert van, aki a mosogató dézsába esővizet fog, hogy a menyasszony lánya szebb legyen, kedves asszonyanyám. Hát igenis, férjed a dolog. Hiába irigykednek némelyek. Jaj, eláll a szava. No, 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 csillapodj, hogy kérdez a szóval. Te a ténylányhalva saját házában fog lakni. Ne így, közösbe. Én meg, ha a ténylányom lenne, semmi kincsért nem adnám, ahhoz a kehet kantúr volt. Menjem asszom, Nyavika úrról be. Ki másról beszélnék? Nyavika úr nem keteg és nem kantúr. Nyavika úr a legjobb diák a kollégiumban. És ha elnyeri a törkőjösi parókiát, a legjobb parti Debrecenben. Csak hogy a törkőjösek gallos Ádámot kéri. Csak hogy a vizsgán az esperes úr dönt, nem a törkőjösie. Dallos Ádi mindig külön volt, a vizsgán is külön lett. Én nem szeretem, ha a férj külön. Némely mamának egészen máskor van az idája, mikor a lánya számára választott a saját magának választanak. Jajj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 aj
bántak a hívők és a hitetlenek. A nagy tisztelet úr is ott vezetni. Melyik nagy tisztelet úr? Az öreg vagy a fiatal? Mind a kettőt egymással vezetlenek a lunátikus miatt. Ostoba babona, hol csavarogtál eddig? Hajnalban kimentél a piacra. Nem lehet járni. Annyi az ember az utcán. Réje nekünk kísérlet a lunátikus. Azt mondják, hogy... Megérdez a lunátikus, menj a dolgodra, Bábi! Bábi! Ne hívja Bábinak, mikor ő borcsa. Akkor legyen borbála. Ezt mondom, Bábi! Mit csinál? A fölénynek tisztelőzni, azt mondja, hogy menjek. A légyűnek tisztelőzni, azt mondja, hogy maradjon. Beszélj arra a csodálatos lunátikusról. Depreszen kárgyalista város, nincsenek hazajáró lelkek. Tudásnyi a saját szemével látta éjfélkor. Tudásnyi, befállítálom. Mit lát a tudásnyi? Elfelé ment az, ami után van. Aztán hallja, szeméről nem valami ilyet. Fölveti. Hát ott jár a kollégium tetején valaki. Nem volt az ő se tuga, se a fején csóka orrú, hanem egy nagy fehér lefedő. Szerinte madarak voltak rá mindenbe. Itt ment végig a párkányon. Felmászottam oda a kis toronyhoz. Belekapaszkodott a holdvilágba. Csak úgy zóvászott a lábát. Aztán elkezdett énekelni. Azt énekelte,
Debrecenben bidogolták, hogy a dumbót nem tanulják. Utoljára belül a vallásukon, ami olyan szív, mint a fabíli macska se félre átrajta. Mesebeszéd, lehetetlen. Miért volna lehetetlen? Vannak szegény folytkórósok, aki elhiszi, az a folytkóró. Sokan látták. Magam is az utcán jártam, mert kihivatott üdvözlöm a szavisznyagjelgőt. Te is láttad? Láttad? Láttam. Nem láttam. Kered, mindjárt értelmesen. Láttad vagy nem láttad? Az egyik szememmel láttam, a másikat becsúsztam. Az a nem láttam. Mondtam, megtépáltam ide. Van szerencsém, jéj. Húzolatnál tisztányunk. Hozta Isten, drága, kedves, édes nyaviga úr, égben emlegettük. Csak hagyja, üdesek kedve. Mi boldog lehet a víz, melyet legrózsásabb álmra él a kacsó símogat. Kegyelmet bőleg én, de ha csak azt kell, megsimogatom én. Ezen bocsánat, sokáig küzdöttem magammal, megzavarja meg nagyságokat. Tessék, csak tessék, tessék besétálni. Sajnos éppen most súlolták a konyhát. Nagy takarítás van. Ó, kérem, Balázsok, el leszek én idegként is. Csak nem fogadjuk az udvaron a kedves vendéget. Sajnos ide bent le sem tudjuk ültetni. Ó, kérem, Balázsok, elállok én szívesen. A professzor úr már kívántam tiszteletemet tenni. Érdekes, hogy mindig akkor keresi az uramat, mikor nincs itt. Fáradjon be, kedves Kemiga úr, számít! Fábi! Elég csak, kedves lányom, keresd meg Verónikus asszonyodat. Mondd meg neki, hogy jöjjön azonnal. Nem mondd meg, hogy Javi fog húvali, mert ahol nem jön. Este 8 órakor minden kapu zárva van. Magam is zárva.
A vigilátorokat előre sorba csapatom, hogy el ne haludjanak. Mégis, minden éjjel tele a város diákokkal. Az utcákon végig dalolnak, a lányos házakhoz behúcskálnak. A lakzikban reggelig táncolnak, isznak, dorbézolnak, hogy rosszabbat ne mondjak. A kutyákosokat ellopják, a kapukat végig döngetik, sőt, még annyira viszik a vakmerőséget, hogy az ablakom alá eljönnek, és ott kiáltják el, hogy éjfél után óra kettő. Bolondos verseket volna hozzá. Ez csak diák teszi, mert mesterlegény, csizmadia, Szabó nem tud kiáltani sírákra csinálni. Az appali törökat kellene megdorgálni. Miért nem vizitálják a szobákat pontosabban? Hiszen minden este vizitálják, akkor ott van valamennyi, és úgy lesz, mint halváshoz készülőnek. De amint az a paritól lefekszik, nosza rajta, felmásztak a kémények, azon kibújnak a patás tetejére, hogy végig sétálnak a ház bérincén a tűzfalig, onnan az epertváros, onnan le a földre. Tegnap is láttak egyet teljes holdvilágnál, amint a dumbó dalolta. Csak megkaphatnám ezt a vizsgálatot. Mind se voltunk jobbak deátkorunkban. Ez nem antropológiai felfogás, de nem etikai és logikai. De kicsi, együnk szót a délutáni vizsgálatról. Professzorné asszonyom tegnap estére felkereste Kérén szíves feles uramat, aki megígérte, hogy csak rajta múlik, nyavigát kutatja a törkősi parókiához. Asszonyom, aztán a házasságot is szeretnék elbejtni hamarosan. Én pedig azon vagyok, ha a jó leány maradjon a háznál a minden. Addig se kell cseléret kizetni. Professzorné asszonyom megígérte, ha megvesz a házasság, megveszi a nyulasi szőlőmet 20 aranyért. Így aztán mi is könnyebben a nálóházhoz jutunk. Kolléga úr is jól jár. Kivághatja végre kiöregedett szőlőjét. A nyulasi tavaly is 25 hektort hozott. Mióta szegény gyópja 5 évvel ezelőtt meghalt, s már tehát idehoztam, egyfolytában könyörgök, vegyük át a nyulasi telepítést. Amit te most egyszeri beljöttél azért én, hiába küzdöttem éjjön. Így aztán most mindenki jól jár. Az esperes úr megígérte, hogy Javigát 2000 múlva Külhoni Akadémiára küldi. Veronka még professzorné asszony is lehet valaha. Professzorné asszonyomnak is meg lesz a boldogsága. Mizsófival megveszik az özvegy veresményházát, itt a fűvészkertben. Kolléga úr meg megkapja a nyulasi birtokot. Igen, mindenki jól jár, csak a törkősiek nem, akik végre szeretnél olyan papot, aki nem hagyja ott őket 2000 óta. Ezért ragaszkodom dalos áldához. A törkősiek már megszokták a változatosságot. 10 év alatt 6 papjuk volt. Magam is ott kezdtem annak idején. Sok szerencsét a délutáni vizsgálatot, kedves nyavigó! Jó, mi a nyaviga? Édes nyavigó! Elmondaná nekünk, hogy mi írjálja a kollégiumban a lunátikusról. Tehát, kérem Alásan, annyi van a dologban, hogy mizé. A múlt éjszaka felkülne, azt mondják, hogy a lunátikus most jár éppen a padláson. Aha! azonban egész bizonyossággal állítani,
mert tudom a fizikából, hogy vannak olyan szerencsétlen emberek, akik a holdba szerelmesek. Mosszol, igaz? Meg akartam azonban győződni felőle, csak ugyan holdra az odafenn, vagy pedig szökemény. Vettem a lámpást, és felmentem szépen a padlásra. Három nádás jött utánam, kettő pedig ment előttem hatalmas kendiumokkal. Ennyire félt, amiga? Hát, amint a padlás ablakhoz érünk, az egyik dádás elordítja magát mögöttem, hogy ő valamit látott, a másik kettő előtte megijed, ő engem feltaszít, s a lámpást összetörve rohan le a grádicsot egymás hegyén hátán. Az egyik a homlokát is betörte, a másik a fogát ütötte ki. És aztán? Azután sötét lett. Én négy kézzel másztam le a padlástól a szobámig, hogy valami kárt ne tegyek magamban. De már most feleljen meg, Domine Nyadiga, arra, miért nem jelentette ön ezt az esetet a szélesznek? Voltak éppen, tulajdonképpen azért, hogy minden reggel előhívattam az öt dárdást, mind az öt uniszóló azt állította, hogy ő egész éjjel aludt, hogy az ágyából ki sem kell, s hogy én ezt a történetet csak úgy állottam. Hát, Amerika, fogád kiütötte. Azt mondta, csikófog volt, magától esett ki. Hát, Amerika, homlokát betörte. Azt állítottam, hogy saját maga harapta meg. A saját homlokát? Én is difikultáltam neki ezt az állítást, hogy az nem érhette, de azt mondta, szét rá, úgy harapta meg. Nyomigó! Tessék parancsolni! Menjen haza és feküdjék le! Pihenj neki magát a délutáni vizsgálatig! De kérem vallásom, ebéd előtt nem szoktam lefeküdni. Igyék vizet és feküdjék le! Kezdtem csókolom. Kezdtem elvinni a dolgot. És most már azt is kitalálom, hogy ki a lunátikus. Ugyan! Kicsoda! Nem más, mint a derék, Jámbor, Nyabiga. Kérdésemre,
amit tehetik elénk, senki nem felelt meg. Viszont ti nem is lehettek olyan tudós, mint én magam, hogy ezen kérdésben van. Aki mégis megfelelne, az kapja a legjobb parókját. Tehát legelébb is, hány font füstöt lehet nyerni egy mázsafából? Tessék, Naviga úr! A füst voltak éppen megfoghatatlan anyag révén, továbbá a gyérő serpenyőt e felé fordítani nem lehet, én a kérdés a megoldhatatlanok közé tartozik. Jól van, fiam, a szerénység szépen én, ha szerint beismeri, mit fel nem foghat. Meg kell mérni a hátra maradt tanút, ki kell vonni a fa súlyából, és ami hiányzik, az a füst. Úgy van! Azaz, akkor az ember távol tartja magát az elbizatodottságtól. Na most lássuk a másodikat. Meg tudnád-e mondani, Naviga Lőrinc, hogy mi a legbecsesebb drága? A legbecsesebb drága kő a gyémánt, amely találhatték Brazíliában. Helyes, ezt szokták mondani valamennyien. Jól van, fiam, de nem úgy van. Hát te, másik, hogy is hívnak? Engem Dallos Ádámnak hívnak. A legbecsesebb drága követ pedig Malomkőnek hívják. Mert ez gazdájának hasznot ad. Akkor át! Te talán bölcsebb akarsz lenni nálam? Na most lássuk a harmadikat. Meg tudnád-e mondani Naviga Lőrinc, hogy mikor lesz a vénemberből fia? Sokkal csekélyebbnek érzem magam, mint hogy így bölcs kérdés fölfedezéséhez csak hozzá is el lehet fogni. De légy emberséges ifjú, jól feleltél? És te, Amice? Amikor a fény gátlán parókiához jut, akkor lesz belőle fiatalka. Ezt a találós kérdést minden legátus ismeri. De mit is ígért az esteres úr a megfejtésért? Vakmerőség! Fiam, nem szeretem benned azt a túlságos nagy bölcsességet és konfidenciát. Egyéb iránt én a legjobb parókiát ígértem. De az most nem üres. A törkős pedig nem a legjobb. Elég jó lesz az nekem? Hát fiaim, ketten kompetáltok egy parókiára. Nekem nem szabad részrehajlónak lennem. Menjetek ki, hogy mindketten, fiai, a vizsgálóbizottság zárnyan beszél és kíván tartani. Tisztelettel proponálom, bízunk a döntést a gondviselésre. Húzza meg sorsom, és amelyik az üveset húzza, az veszted. És a Naviga úr húzza az üveset. Jó érdekében jogos a gondviselés döntését korrigálni. Majd Dallos úr húz először. Nagyságot nem köteles tudni róla, hogy elfelejtettem ráírni az egyik cédulára. Még mosom kezeimet. Én is! Kérem a jelöltőnket. Foglaljanak helyet. Mondottam tehát, fiaim,
nekem nem szabad részrehajlónak lennem, elhatároztuk azért, hogy sorsot húzatunk veletek. Íme itt van két cédula, amelyikőtök az üreset húzza, az egyedül a kollégiumban marad, a másik megtöltőjösre. Várj! Ne légy bohó, fiam! Előtt dallos út van. Mit tettél? Lengyeltem. Fájt valaha magamnál tudunk rosszul húztam. Húzza ki a kollega óra magáét. Abból megtudhatjuk, mi volt az enyém. Kulfangos náció. Családság! Nincs ebben semmi családság. Ha az üreset húztam, a másikon Robert nem van valami. Húzz csak ki.
láthatunk egymásra. Én úgyis elhagyom az alma máteret. Nem szoktam inni. Ha nem, hát nem. Nem erőszak a disznótól. De az étel csak nem utasítok vissza. Ne félj, nincs megmérgezve.
Zsófi asszony viszont szeret. Csak ő is titkolja. Viszont szeret, hát csókolja meg. Nehogy a professzor úr rád ismerje. Ergő, te itt maradsz. Csies Jóska, mondd el a professzoréknál, kísért a Lunát. Dehogy az én egyetlen zongorám. Mit mondjak neki? Nem Veronkát szereted, hanem őket. Szeretem, és el is veszem. Akkor elromboljuk, ha kell, felgyújtjuk a házát, az egész városot. Ó, ezt nem hagyjuk itt. Okay.
még olvasni kívántam kicsinkét. Professzor uram, professzor uram! Mi az nap? A lunátikus a kollégium tetei. Ne beszéljen bolondokat! Most már magam is végére járok ennek a históriának. Feküdj be azt, hogy mindjárt jövök. Maga meg azonnal megyek vissza a kollégiumba. Ez az Ádi egyszer még kitöri a nyakát. Mondjad Ádinak máskor jobban vigyázni. Megnyitja a bosanáját. Holnap elmegy. Ma este játszik utoljára a lunátikust. Menjen vissza a kollégiumba, mindjárt itt lesz az uram, amúgy is mérges magára. Talán mert hogy nálad van. Asszonyok, ebben ne szóljanak bele!
itt vagy. Fogadd meg, nem vetett többé szemedet a húgomra. Addig innen el nem légy, még ezt meg nem fogadod. Hát akkor kívánok nyugodalmas jó éjszakát. Majd lefekszem ide az udvarra. Berunk a nyavigáé, ez buntú. Nyaviga nem, iszik? Kicsoda! Szilencium! Nem járt ki a kollégiumból éjszaka. Már haza sem megy. És nem járt senki lányokán. Csak a professzor felesége után. Mit mondtál? Van arra tanul, amit állítottál? Legyen boldog, Domine! Kulcsfontos az esze, használja jól.